Vannak dolgok, amelyekről sose szerettem beszélni. Mikor börtönbe kerültem, pár nap múlva már megértettem, hogy erről az időről sose beszélnék szívesen. Később ezt a viszolygást már nem találtam fontosnak. Az első napokban tulajdonképp nem voltam igazán börtönben. Mondtam, hogy megöltem egy arabot, amire elcsöndesedtek. Egy idő múlva este lett. Akkor elmagyarázták, hogyan terítsem le a gyékényt, ahol majd aludnom lehet. Ha begöngyölöm az egyik végét, párnám is lesz a fejem alatt. Egész éjjel poloskák szaladgáltak az arcomon. Pár nap múlva cellába zártak, ahol már deszkán aludtam. Volt még ott egy vödörféle, meg egy mosdótál vádokból. A börtön a felső városban volt, és a kis cellaablakból elláthattam a tengeri. Egy nap, mikor a rácsokba kapaszkodtam, és arcomat egészen a fény felé fordítottam, egy őr jött hozzám, és mondta, hogy látogatóm van odalent. Gondoltam, Mari jött el. Ő volt az. A társalgóig először is egy hosszú folyosón kellett végigmennem. Aztán egy lépcsőn, és végezetül még egy másik folyosón. Egy nagy terembe jutottam, tágas ablakon áradt be a napfény. Az egész termet két nagy rács három részre osztotta, mégpedig egész hosszában. A két rács között 8-10 méteres tér volt, ez az öv választott el a foglyokat a látogatóktól. Marit mindjárt észrevettem, velem szemben, csíkos ruhájában, és naptól barnított arcával. Mellettem még vagy 10 rab állott, legtöbbnyire arabok. Marit csupa arab nő vette körül. Mellette kétfelől egy-egy látogató, az egyik egy fekete ruhás, csukott ajkú kis öregasszony, a másik egy kövér és fedetlen fejű nő, aki igen hangosan és eleven mozdulatokkal beszélt. Mivel nagy volt a távolság a terem két rácsa között, a látogatók és a rabok csak hangosan beszélhettek. Amikor a terembe léptem, egyrészt a hangok zsivaja, amely visszapattogott a mesztelen falakról, másrészt az égből az ablakon át beáradó nyers napfény, amely elöntötte a termet, a legelső pillanatban valósággal elszédített. A cellám nyugodtabb volt és sötétebb. Pár másodpercre volt szükségem, hogy alkalmazkodjam a helyhez. Mindamellett csak hamar tisztán láttam minden arcot, ahogy kiváltak a teljes fényben. Megfigyeltem, hogy egy őr ott ült a folyósó végén, a rácsok között. Az arab foglyok épp úgy, mint a látogató családtagok, földre kuporodtak egymással szemben. Ezek nem szóltak hangosan. A nagy zsivaj ellenére, bár igen halkan beszélgettek, mégis megértették egymást. Tompa s alulról feltörő neszük mély kísérő zenét formált a többiek társalgásához, amely ott csattogott a fejük felett. Mindezt hamar észrevettem, miközben siettem Mari felé. Ő a rácshoz tapasztva az arcát, egész erejével mosolygott rám. Igen szépnek találtam, de nem tudtam neki megmondani. No hát, mondta igen hangosan, itt vagyok. Jó vagy? Mindened megvan? Igen, megvan mindenem. Elhallgattunk, de Mari továbbra is mosolygott. A kövérnő csak ordított szomszédom, biztosan a férje felé. Ez szőke, magas termetű, nyílt tekintetű férfi volt. Egy már előbb megkezdett beszélgetést folytatta. Jane nem akarta oda venni, kiáltotta a nő torka szakadtából. Igen, igen, felelte a férfi. Mondtam neki, ha kijössz, te majd megint elvállalod, de nem akarta oda venni.
Mari még azt kiáltotta felém, hogy Raymond tiszteltet, és mondtam, köszönöm. De a hangomat elfojtotta a szomszédom, aki azt kérdezte, hogy van? Felesége nevetett, és azt mondta az illetőről, hogy sose érezte magát jobban. Bal szomszédom egy finom kezű, alacsony kis fiatalember, mindegyre csak hallgatott. Észrevettem, hogy szemben volt a kis öregasszonnyal, és hogy mindketten elmélyedve nézik egymást. De már nem volt módomban tovább is figyelni őket, mert Mari azt kiáltotta, hogy mindenképp remélnem kell. Azt mondtam, úgy van. Közben ránéztem, szerettem volna a ruha felett megszorítani a vállát. Valahogy megkívántam ezt a finom szövetet, és nemigen tudtam, hogy ezen kívül mit lehetne remélnem. De hát Mari biztosan ezt akarta mondani, mert tovább is mosolygott. Már csak a foga fehér fényét, szeme apró redőit láttam. Megint felém kiáltott. Ha kiszabadulsz, megesküszünk. Azt feleltem. Gondolod? De csak azért, hogy mondjak valamit. Amire ő igen gyorsan, és most is hangosan igennel felelt, és hozzátette, hogy felmentenek, és megint mehetünk fülödni. De a másik nő egyre ordított, és mondta, hogy egy kosarat ott hagyott az irodában. Mindjárt azt is felsorolta, mi mindent tett a kosárba. Jó lesz utána nézni, mert igen sok pénzt adott érte. A másik szomszédom és az anyja még most is egyre egymást nézték. Az arabok mormogása egy percre se szűnt meg alattunk. Ott kint a napfény valósággal beledagadt az ablak nyílásba, mint valami friss gyümölcsnedv, úgy folyt végig az arcokon. Kicsit rosszul éreztem magam, és már szívesen mentem volna. Ez a nagy zsiva is bántott. De másfelől már itt se szerettem volna otthagyni. Nem tudom, mennyi idő telt el. Mari még beszélt a munkájáról, és közben folyton mosolygott. A lárma, a susogás, meg az állandó beszélgetés közben egyre keresztezték egymást. A csönd egyetlen szigete ez a kis fiatalember volt, meg az anyja mellettem, ahogy egymásra néztek. Lassanként elvezették az arabokat. Amikor az első kiment, majdnem mindenki elhallgatott. Az öreg asszony most egészen oda tapadt a vasrácshoz, és ugyanakkor az egyik őr már intett a fiának. Viszontlátásra, anyám, mondta még a fiatalember, és az öreg asszony átdugta egyik kezét a rácsok között, hogy lassú és minél hosszabb búcsút intessen a fiának. Elment, és már is jött egy ember kalappal a kezében, és azonnal elfoglalta helyét. Közben behoztak egy rabot, és most élénken beszéltek, de félhangon, mert a terem már egészen csendes lett. Jobb szomszédomért is jöttek, s a felesége mondta néki az előbbi ordító hangon, mintha nem vette volna észre, hogy már nem kell kiabálni. Aztán ügyelj és vigyázz magadra! Most már rám került a sor. Mári intett, mintha csókot küldne. Még egyszer hátrafordultam, mielőtt eltűntem volna. Ott állt, mozdulatlanul, arcával a rácshoz tapadva, ugyanazzal a megkínzott és vonagló mosolyjal. Nem sokkal ezután írt levelet, és ekkor kezdődtek azok a dolgok, amelyekről azután sose szerettem beszélni. Hát ne túlozzunk semmit, s nékem még könnyebb volt, mint másnak. A rabságom elején azért az volt a legnehezebb, hogy akkor is tovább szabad ember módjára gondolkoztam. Például kedvem támadt arra, hogy a tengerpartra menjek, és hogy valahol megfürödjek. S ha elképzeltem a hullámok kezdő neszét a talpam alatt, azután meg egész testem belemerülését a vízbe, és azt a felszabadulást, amelyet ilyenkor érzünk, hirtelen ráébredtem arra, milyen szűkek a börtönfalak. De ez pár hónapig tartott. Aztán csak rabgondolataim voltak. Vártam a mindennapi sétát a börtönöm udvarán, vagy pedig az ügyvéd látogatását.
Ami egyéb időm maradt, azt is igen jól beosztottam. Sokszor gondoltam akkor arra, hogy ha netán egy kiszáradt fa üregében kéne élnem, és nem foglalkoznám semmi mással, csak azzal, hogy fejem fölött egyre a kék eget nézném, idővel azt is megszoknám. Várnám az arra húzó madarakat, vagy a felhők találkozását, mint ahogy itt az ügyvédem furcsa nyakkendőjére vártam. És ahogy egy másik világban szombatig türelmeskedtem, hogy magamhoz szoríthassam Mári testét. Már most, ha jól meggondolom, nem egy fa üregében voltam. Van, aki nálam is szerencsétlenebb. Ez különben anyámnak volt egyik kedves gondolata, és olykor sokszor elismételte, hogy lassan mindenbe beletörődtem. Egyébként nagyjából s egészében nem ereszkedtem így messzire. Az első hónapok keservesek voltak, de hát épp az erőfeszítésem segítette elviselni őket. Így például sűrűn gyötört a vágy valamilyen nő után, és ez természetes is volt, még nem múlt el a fiatalságom. Sose gondoltam egyedül és különösen Marira. Viszont annyit gondoltam egy nőre, a nőkre, minden ismerős nőre, azokra a körülményekre, amelyek közt szerettem őket, hogy a cellám lassan megtelt mindannyiuk arcával, s benépesült a vágyaimmal. Egy bizonyos értelemben elvesztettem az egyensúlyomat. Másrészt viszont így jobban múlt az idő. Lassanként sikerült megnyernem a főporkolábrokon szemvét, aki étkezés idejében az ételhordót kísérte. Ő beszélt nékem először a nőkről. Mondta, hogy a többiek leginkább emiatt panaszkodnak. Amire azt feleltem néki, hogy én se vagyok más, mint a többi, és hogy ezt a bánásmódot igazságtalannak találom. De hát, mondta, épp ezért kerül az ember börtönbe. Hogy ezért? No igen, ez a szabadság értelme. Megfosztják a szabadságától. Még soha se gondoltam erre. Igazat is adtam néki. Csak ugyan, mondtam. Mi lenne különben a büntetés? No ugye, maga megérti, miről van szó. A többiek bizony nem, de azok is valahogy csak könnyítenek magukon. A porkoláb aztán elment. Másnap én is megkönnyebbültem, úgy, ahogy a többiek. Na és aztán a cigaretta. Amikor börtönbe kerültem, elvették az övemet, a cipőfűzőmet, a nyakkendőmet, és mindent, amit a zsebeimben hordtam, főképp a cigarettáimat. A cellámban aztán kértem, hogy legalább ezeket adják vissza, de azt mondták, hogy ez tilos. Az első lapok gyötrelmesek voltak. Talán ez vert le legjobban. Fadarabkákat szopogattam az ágydeszkáról, törtem le őket. Egész nap szüntelen émelyem volt. Nem akartam megérteni, miért fosztanak meg olyasmitől, amivel nem ártok senkinek. Később aztán megértettem, hogy ez is a büntetés egy része. De akkor már hozzászoktam ahhoz, hogy ne dohányozzak, és így nem is éreztem büntetésnek. Kivéve az így bosszúságokat, nem is voltam olyan szerencsétlen. Ismétlem, minden attól függött, mint tudom pusztítani az időt. Idővel cseppet sem unatkoztam, főképp mióta megtanultam az emlékezés tudományát. Olykor a szobámra gondoltam, s képzeletben elindultam valamelyik szögletéből, és ugyanoda tértem vissza, miután gondolatban felsoroltam, amit csak útközben találtam. Eleinte ez hamar megvolt, de ahányszor újra kezdtem, mindig kissé tovább tartott. Mert olyankor eszembe jutott minden egyes bútordarab, és minden egyes bútorról minden rajta heverő tárgy, és minden egyes ilyen tárgyról valamennyi részlete,
s magukról a részletekről egy berakás, egy repedés, valamelyiknek kicsorbult széle, a színük, vagy az erezetük. Ugyanakkor vigyáztam arra, hogy soha el ne veszítsem a leltáram fonalát, és hogy teljes legyen a sorozatom. Így azután pár hét múlva órákat tölthettem azzal, hogy felsoroljam mindazt, ami a szobámban volt található. Minél többet gondolkodtam, annál több rég elfelejtett vagy félreismert részletet szedtem elő az emlékezetemből. Akkor végre megértettem, hogy egy ember, aki csak egyetlen egy napig élt, 100 évig is élhetne, és nem unatkoznék a börtönében. Elegendő emléke lenne, hogy legyen mivel elmulatnia. Ez pedig bizonyos tekintetben határozott előny volt. Amellett ott volt még az alvás. Eleinte legtöbbször rosszul aludtam éjszaka, és egyáltalán nem napközben. Lassan az éjszakák jobbak lettek, s nappal is tudtam aludni. Az utolsó hónapokban állíthatom, hogy naponta 17-18 órát aludtam. Akkor már csak 6 órát kellett töltenem az étkezéssel, a természetes szükségletekkel, emlékeimmel, no meg a csehszlovák utas történetével. A szalmazsák és az ágydeszka közt ugyanis egy régi-régi újságfoszlányt találtam. Sárga volt, egészen átlátszó, és majdnem a zsákszövethez tapadt. Egy napi hírről volt benne szó, a kezdete hiányzott. De Csehszlovákiában történt. Egy ember egy cseh faluból egyszer elment világgá, hogy szerencsét próbáljon. 25 év múlva visszajött vagyonosan, asszonnyal, gyerekkel. Anyjának és húgának szállója volt a szülőfalujában. Meg akarta lepni őket. Ezért az asszony csak gyermeket egy másik fogadóba vitte, és egyedül ment anyjához, aki nem ismert rá, mikor benyitott hozzá. Tréfából még szobát is kért. Mutatta, mennyi pénze van. Éjszaka anyja meg a húga kalapáccsal agyonütötte, kirabolta, s a holttestét a folyóba vetette. Másnap reggel a feleség, mielőtt bármit is tudott volna, feltárta a valóságot. Az anya felkötötte magát. A lánya egy kútba ugrott. Ezt az egész históriát több ezerszer elolvastam. Egyfelől valószínűtlen volt, másfelől egészen természetes. De mindenképp úgy éreztem, az utas megérdemelte a sorsát, mert sosem kell játszani. Így hát az alvás óráival, az emlékekkel, a napi hír olvasásával, s a fénynek és az árnyéknak szabályos váltakozásával az idő mégiscsak múlt. Olvastam, hogy a börtönben az idő fogalmát is elfeledjük. De hát ez az én szememben még nem sokat jelentett. Nem értettem, hogy a napok mi hosszúak, és ugyanakkor milyen rövidek is lehetnek. Hosszúak ahhoz, hogy végigéljük őket, de annyira széttágulók, hogy egészen egymásba áradnak. Nevüket is elveszítik. Csak ez a két szó, tegnap vagy holnap jelentett nékem még valamit. Mikor egy nap az őr azt mondta, hogy 5 hónapja vagyok itt, elhittem, de nem értettem. Az én szememben állandóan ugyanaz az egyetlen nap árad be a cellába, és ugyanazt az egy dolgot végeztem kezdettől fogva. Aznap az őr távozása után megnéztem magam a csajkámban. Úgy láttam, komoly marad az arcom, még akkor is, ha nevetni próbálok. A csajkát mozgatni kezdtem magam előtt. Mosolyogtam, és az arcom komor és szomorú maradt. Alkonyodott, és ez az óra, amelyről nem szeretek beszélni, az est névtelen órája, mikor a csönd kíséretében apró neszek szálltak fel hozzám a börtön valamennyi emeletéről. Odaálltam az ablak elé, és az utolsó fénysugárban még egyszer megnéztem az arcomat. Még mostan is komoly volt, de nem csoda, hisz abban a percben
Én magam is az voltam. De ugyanakkor, és először, hosszú-hosszú hónapok óta tisztán hallottam a hangomat. Felismertem, ez hangzott napok óta a fülembe. Megértettem, hogy időközben folyton egyedül beszélek. Akkor jutott eszembe, mit mondott az ápolónő anyámnak a temetésén. Nem. Itt már nincs semmiféle kiút, és nem tudja elképzelni senki. Nem tudja elképzelni senki, milyenek az esték egy börtöncellában.